nótát, akkor beszéljünk egy picit a jövőről. Lényegében mai nappal elindítjuk a TRX Pro Klubot, ami a TRX profi edzőknek a gyűjtőhelye lesz idézőjelben. Tehát szeretnénk, most már vagyunk 147-en, szeretnénk a meglévő edzőink tudását erősíteni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy aki a TRX-el foglalkozik, az napra kész legyen, profi legyen. Én úgy gondolom, hogy egyre többen leszünk edzők, ez a Pro Klub nyitott lesz bárki számára. A lényeg, hogy 3000 forintos tagdíj kezdeni a negatívummal, tehát egy havi tagdíjat fogunk kérni, de ennek ezért cserébe nagyon sok mindent szeretnénk adni. Ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, elég sok munkánk van ebbe. A lényeg, hogy aki Pro Klub tag lesz, az ugyanúgy első körben regisztrálva lesz a TRX Magyarország térképen, tehát ugyanúgy meg fog jelenni, mint akár egy 6 eszközt vásárló partnerklub, vagy egy 10 eszközös training center, így nagyjából az edzők is magukat fogják tudni hirdetni elérhetőséggel. Nekünk az lesz a feladatunk, főleg, hogy megjelentek a hamisítványok, hogy egyre inkább mindenhol interjúban, újságcikkekben hangsúlyozzuk, hogy mindenki csak olyan terembe menjen, TRX órára vagy olyan edzőhöz forduljon, aki tényleg elvégezte a képzést. Nagyon rosszak a tapasztalatok, küldenek nekem is fényképeket. Legutoljára Kinga küldött egy edző kollégájáról, aki próbál TRX-szerű valami hevederen guggolást végrehajtani. A guggoláshoz egyáltalán hasonlított a gyakorlat. Úgyhogy vannak nagyon rossz tapasztalatok. Nekünk tényleg most az lesz a célunk, hogy az edzőinket erősítsük, csapatot összetartsuk. Ez egy induló rendezvény, amit ma tartunk. Lényegében ennek is az a célja, hogy ismerjük meg egymást, tanuljunk egymástól. TRX az egy nagyon kreatív eszköz. Én sem vagyok ennek a felkent pápája, én is tudok tőletek is tanulni. Én szerintem mindenki máshogy nyúl az eszközhöz. Valaki egy picit gyógytornász szemlélettel, valaki, mint Fábián Miki, küzdősportos, gyilkos szemlélettel. Tehát a pilateses az pilateses szemlélettel, tehát nagyon sokféle irányba lehet a TRX-el haladni. Én azt gondolom, hogy nagyon értékes lehet, hogyha kicseréljük a tapasztalatainkat, és minél többet beszélünk erről egymással. TRX Pro Klubhoz visszatérve, tehát aki csatlakozik a Pro Klubhoz, ők, majd Lajos beszélni fog róla, el fog indulni egy videós portál is, és lényegében ott kap egy hozzáférést. Két hetente fogunk videoblogokkal jelentkezni, aminek lesz egy elméleti része, ami egy picit kitekintés nagyvilágban, nem biztos, hogy csak TRX, hanem egy picit új trendekről, dolgokról értesüljenek az edzőink. Szeretnénk tényleg, hogyha tudásotok napra kész legyen. Emellett viszont lesz gyakorlati rész is, az első két videoblogot már leforgattuk, folyamatos részek lesznek, úgyhogy ez lesz az egyik támogatásnak az egyik része. A videós tankönyv az azt jelenti, hogy a basic mozgásanyagot, amit a képzésen is elsajátítotok, azt fölvettük, és lényegében bármelyik edző akkor, hogyha picit megkopott a tudása, vissza bele tud menni ebbe a videótárba, és akkor föl tudja eleveníteni a gyakorlatokat, hogyha bizonytalan, meg tudja nézni, hogy hogyan kell helyesen végrehajtani. További kedvezmények lesznek a TRX vásárlásra. Erről majd szerintem, nem tudom, hogy Lajos most fogsz-e beszélni a jövőben, aki csatlakozik a klubhoz, biztos, hogy illetve ennek a kivonatát el is fogjuk küldeni, tehát e-mailben mindenki értesítés fog a csatlakozás feltételeiről kapni, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokról. Marketing támogatást is adunk természetesen az ilyen edzőknek. Az lesz a cél, hogy ha mi is találkozunk élsportolókkal, minket keresnek ugyanúgy, ahogy tartottunk a Marikával a kosár edzőknek nyár elején felkérés egy edzői továbbképzésen, egy bemutatót, utána volt megkeresés Szolnokról, és akkor így nyugodtan tudtam a Rékáékhoz irányítani ott a szakvezetést. Megjelenés a trénergyűjtőben lényegében, amit mondtam is, tehát hogy ezen a Magyarország térképen, ahol a TRX klubok, centerek elérhetők, láthatók, információkkal oda föl tudnak kerülni majd ezek a edzőink is. Jó, tehát jövőbeli további célkitűzések, szorosabb kapcsolattartás a klubokkal, tehát szeretnénk folyamatosan fejleszteni az órákat. Azt szeretnénk, hogy csoportos órák, ha is napra készek legyünk, meg tudjanak újulni a klubok.
indítunk mindig a rendezvényeken is, folyamatosan új óratípusokkal jelentkezünk. Erre nagyon jó példa talán az utolsó rendezvényen a Performance Circuit edzés, ahol már több eszközt is használtunk a TRX mellett. Tehát a cél az, hogy ne laposodjon el a dolog, hanem akik már benne vannak a sűrűjében, akkor ők folyamatosan meg tudjanak újulni. A klubokkal a kapcsolattartást is szorosabbra szeretnénk majd vonni edzőtalálkozók. Én azt gondolom, hogy ez a mai nap egy nagyon jó indítás ennek a tervünknek, hogy 3 havonta szeretnénk, hogyha az edzők összejönnének, természetesen ez se kötelező jellegű. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokat tudunk egymástól tanulni, sőt a másoknak a pozitív vagy negatív tapasztalata az mindenkit segíthet abban, hogy esetleg gyorsabban jusson előre. Úgyhogy ezeket a találkozókat nem szeretnénk túl sűrűre, de 3 havonta mindenképpen lesznek ilyen találkozók, amikor információt cserélhetünk. Pont azért, mert 147-en vagyunk már, és én sem tudok mindenkivel napra készen kapcsolatot tartani, és lehet, hogy majd sok embertől most fogok értesülni, akár Ildikó, aki elsőként érkezett, már beszámolt, hogy Szombathelyen nagy siker a TRX, ugye ővel a képzés után talán 1-2 e-mailt váltottunk. Úgyhogy nem tudom mindenkivel napi kapcsolatot tartani, de szeretném mindenkit támogatni a munkájában. Nagyon fontos, hogy a bootcamp mozgalmat szeretnénk erősíteni. Anditól elhangzott, hogy ő is ugye részt vett a bootcamp képzésen, és nagyon sikeresek a szabadtéri órák. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most a Facebookra föl is tettem 1-2 nappal ezelőtt egy 2010-es, most frissen megjelent amerikai tanulmány, 2700 fitness szakembert kérdeztek meg. Világ legnagyobb fitness képzésekkel foglalkozó non-profit cégéről van szó, jövőbeli trendek, 2011-es trendek a fitness-wellness piacon. Csoportos óráknál a bootcamp még mindig térhódító pont az intenzitás és az eredmények miatt. Lényegében a TRX-el is bootcamp jellegű edzést lehet végezni, úgyhogy a TRX bootcamp órák most szerencsére lightba is el fognak úgy tűnik indulni. Úgyhogy mi azon leszünk, hogy ezt a mozgalmat erősítsük, rendkívül sikeres és eredményes dologról van szó. Most már én azt gondolom, hogy túlnőtt a trenden Amerikában, mert már egy 5-6 éve a legnépszerűbb mozgáskor, és még jövőre is ezt jósolják, hogy a bootcamp az vezetni fogja a csoportos órák népszerűségét. Ugyanúgy ebben a tanulmányban a TRX-et hozták ki, a zumbával szemben a zumba lesz mondjuk a densesebb vonalon a vezető óratípus, és a TRX pedig egyértelműen vezetni fogja a nem denses vonalba a csoportos órákat, akár a személyedzéseket is. Úgyhogy szerintem a TRX is, én azt gondolom, hogy pont azért, mert ilyen mozgásra van szüksége az embereknek, sportolóknak, átlagembereknek. Hatékonysága miatt ez továbbra is nem csak mint trend, hanem folyamatosan jelen lesz a fitness piacon. Ugye itt most már elhangzott Tozóéktól is szomorú példa, hogy megjelentek a hamisítványok. Sajnos teljesen ugyanúgy néznek ki, ez csak részben igaz, tehát ma hasonlítanak az eredeti TRX-re, TRX logó, Fitness Anywhere logó, minden rajt van, ugyanakkor ezek nagyon silány hamisítványok, sőt most nem tudom, hogy majd ez bemutatásra is kerül, itt már egy forgalmazó valaki, idézőben forgalmazó valakit páran ismerünk is, most a neve lényegtelen, már lehet, hogy a stílusról akik ismerik föl, majd rájönnek, hogy ki az, de már vitába is keveredtünk nagyjából, mert nem kioktattak minket, hogy ha nem az övé az eredeti, akkor mi áruljuk a hamisítványt. És májusban volt egy ilyen történet, gazdagréti család elkezdett forskiteket forgalmazni, és nagyjából aki náluk vásárolt, utána hozzánk jött kétségbe, se panaszkodva, hogy nem fog a csata TRX-en, nagyjából hanyatt esik, amikor evezni kell vele, tehát tényleg balesetveszélyes, lábakasztója jön szét, tehát amit a Tozó is mondott, hogy megvizsgált, ezek tényleg nagyon silány minőségű eszközök. Úgyhogy de várható, hogy ezekkel szembe fogunk találkozni, mindenkit majd arra kérnék, hogyha ilyennel találkozik, akkor értesítse minket. Erre megszületett már az ügyvédi állásfoglalás, ugye itt védett termékről van szó, mind a brandről, mind az eszköznek a mechanikai kivitelezéséről beszélünk. Úgyhogy biztos, hogy az edzés népszerűségé mellett ezekkel találkozni fogunk. Én azt gondolom, hogy aki a TRX-et egy ugráló kötélnek nézi, és azt gondolja, hogy majd azt így lazán fogja tudni használni, az nem igazán jó szakember. Tehát én azt látom, hogy a nagyon komoly szakemberek is eljönnek a képzésre és áldoznak erre. Én kimentem ezért Bressába, hogy ezt elsajátítsa, nagyon komoly lökést adott nekem az edzésekben és magával a TRX-es munkával kapcsolatban. Nem is akarok erről sokat beszélni, mert ti mind részt vettetek a képzésen. Sajnos fogunk ilyenekkel találkozni. Nekünk a célunk az, hogy az edzőinket erősítsük, és
most már tényleg minden újságinterjúba, tévében kell, hogy hangozzon, hogyha a szóhoz jutunk, hogy keressék az oklevéllel rendelkező edzőket, és eredeti terméken edzenek. Amit mi tudunk, azt meg fogunk tenni a hamisítványokkal szemben. Nagyon fontos lenne akkor még számunkra most, én azt gondolom, hogy egy sikeres évet zárunk. Nagyon sok sportággal sikerült megismertetni a TRX-et. Nem egyszerű bejutni a sportklubokhoz. Zolinak is úgy sikerült, hogy mondta, hallottátok, hogy az ügyvezető gyerekkori barátja volt, tehát nagyjából azért itt még ott tartunk, hogy kapcsolatok kellnek, hogy bejussunk, és akkor utána, hogyha használják, akkor pedig már látják az előnyeit. Én azt gondolom, hogy egyre több élsportolóval fogunk találkozni, és tényleg csak azt tudom kívánni az edzőinek, hogy nagyon sikeresek legyenek ebbe a munkába, mi amiben tudjuk, abba támogatni fogjuk őket. Úgyhogy mindenkinek nagyon sikeres évet kívánok, és hogyha bármiben kérdésetek van, akkor nyugodtan forduljatok hozzánk bizalommal. És akkor még egy dolgot, köszönetet szeretnék mondani azoknak a trénereinknek, akik segítenek minket a rendezvényeken. Sivák Máté, akkor őre néztem elsősorban, de ott van az Andi is a másik végen. Zsolt is részt vett, már Kinga is rendezvényeken, aki segített minket. Kik vannak még, nehogy valakit kihagyjak. Ádám, igen, Hetényi Ádám is, illetve az Ák Csaba. Tehát ők, akik nagyon sokat segítenek nekünk, és akkor nem utolsó sorban szeretném a Marikának megköszönni a kitűnő szakmai munkáját, úgyhogy ő vele válnak vetve tartjuk a kurzusokat. Most talán nem is tudom, hogy októberi vagy novemberin sírsérüléséből fakadóan sikerült a akkreditációt befejezni, úgyhogy ő is már TRX Master Trainer, úgyhogy az ő munkáját maximálisan ismerjük és köszönjük neki. Úgyhogy tényleg a legnagyobb köszönet őnek jár, a többi trénernek, akikkel együtt dolgozunk, köszönjük szépen, és a többieknek pedig nagyon sok sikert kívánok, és akkor átadnám a szót Rózsa Völgyi Lajosnak.